A műsor támogatója a Lenovo hivatalos platina szintű viszonteladója, a notebookstore.hu. A műsor támogatója a 30 éves Eres bútor. Ha bútort keres, Eres. Csisztó Sportcast. Egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sportélet nagyjait dr. Csisztó Zsuzsa kérdezi. Apának mondtam, hogy egy jó komoly kis sportautót, majd vagy valamit majd hazavennék. Ne felejtsd el akkor, jó? Anya a kedvenc sütimet, amit mamám csinált, mondta, hogy elfogyott, hát nyilván nem tele volt a hűtő, de próbáltuk. Nekem a kókuszkocka. Amikor a jeges szél nyaldossa a talpadat, és maximum egy yeti kopogtathatna be a sátra a cipzárján angyalkák helyett, na az egy olyan pillanat, amikor például egy hegymászót, mondjuk Suhajda Szilárdot, a hegy tetején ér a karácsony. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Csisztus Podcastban. Édes, szép, megható és persze olykor bizarr karácsonyi történeteket hoztam, mert élsportolóink egyöntetően rajonganak a karácsonyért, de persze saját sportágukért is. És gyakorta a siker érdekében ez utóbbi győz. Ezekkel a történetekkel kívánok nagyon jó szórakozást, és áldott szép karácsony mindenkinek. Na hát a karácsony egy sportcsalád életében mindig különleges, szóval hogy hányszor volt együtt, és hányszor külön a család karácsonykor, Vali? Nagyon büszke vagyok erre, hogy eddig mi még minden karácsonyt együtt tudtunk ünnepelni, és nálunk ez a 24-e, ez tényleg egy szent dolog. Ebből én nem engedek, mint családanya. Hál' Istennek ebbe a fiúk is most már így felnőtt korba lépve partnerek, és tiszteletben tartják ebbéli kívánalmamat. 25-26-án vidékről származunk a Tamás és én, és akkor indulunk meg a nagyszülők irányába, de a 24-e a szent és érthetetlen az életünkben, és ez nekem nagy boldogság. Ott gondolom, neked még már jó, hogy így van, nem? De... Nekem nagyon. Együtt vannak a bátyokák is ilyenkor, ugye mindenki akárhonnan is, de ott hazarepül, gondolom, ez Mátéra is igaz. Ez így van. Igazából neki a decemberi időszak az egy alapozásnak a végét jelenti. Az Ausztrál Openre a kiutazása az általában december legvége, vagy legkésőbb január eleje. Úgyhogy így módon ez a december 24-e még az utolsó pillanat, amikor őt biztosan el tudjuk csípni, hogy még itthon van. Milán, a teniszes, illetve a zenész énet közötti karácsonyokban van különbség? Szerintem nincs. Hát max. Előtte van egy buli fellépés, akkor egy kicsit fáradtabb vagyok, de amúgy szerintem nincs különbség, nincs. Tehát akkor a szentest az tényleg szent. Igen. Összegyűlik a család istani. Tamás, azért ez nyilván nem lehet egyszerű, ugye nem csak összeterelni a fiúkat. Ki mit csinálnál a karácsonykor? Kinek mi a kötelezettsége? Hát itt azért már meg lehet osztani, már nagyok, ugye már nyilván nálunk még közelmúltig ugye Jézuska és titkos készülődés volt, gondolom nálatok már megvan az, ki díszíti. Hát éppen kinőtte a Márkis ezt a kategóriát. Hát a kötelező az a fa faragás az első, hogy az akkor rendesen álljon időre és ott legyen. Azt a Vali szokta gyönyörűen földíszíteni. Minden évben kitalál valami új színkombinációt. Hát ez nekünk az egy ugye, abszolút must. A lámpapróba, tehát hogy most ég vagy nem ég, általában nem szokott, akkor mindig veszünk valami olyat. És ami én nekem kötelező, az a hal lé, vagy a halászlé. És mivel nagyon finom halászlevet főz. Az anyai ágon én Mohácsról származom, tehát ez a bajai halászlé, az egy ősi recept alapján nagyon jó sokat szokott. És minden fiú megőrül a halászléért, tésztával leszük, tehát bajai módon, úgyhogy nálunk az ki nem maradhat a karácsonyi menüből. És akkor gondolom fullos, ugye a karácsonyi menü a halászlén túl is. És mi van még az asztalon, Márk, amit igazán szeretsz? Toros csusza. Harcsapaprikás, furós csuszával, igen, az klasszikus. Mi beiglit nem nagyon, tehát nem nagyon, valahogy az édesség nálunk kimaradt. Talán nem tudom. Ez nem is olyan nagy baj szerintem, nem? Nyilván már leütögették, meg leütögették a gesztenyi fülé, az igen. Az viszont annál inkább. Én úgy nőttem fel, hogy világéletemben ugye nagy családom volt, olyannyira, hogy a nagyszüleim 11 örökbefogadott gyereket neveltek fel. Azt a mindenit. Plusz ugye a apukám még hárman vannak, tehát hogy én ahhoz vagyok szokva kiskoromtól kezdve, hogy a karácsony az tényleg olyan hangulatban telik, ahol
20-25-en vagyunk az asztal körül, papám asztalos, úgyhogy egy olyan asztalt csinált, ahova mindenki egyszerre le tud ülni. Talán még azt is lehet, hogy gumiból is van egy kicsikét, mi? Tehát bővít, igen. többen jönnek, annál jobban nyúlik. Úgyhogy nekem abszolút, mivel ebbe is nőttem föl, nekem ez a normális, és nagyon jó, hogy most már ugye a vőlegényem által ők is ezt vallják, hogy a család legyen együtt karácsonykor, és tényleg mindenki legyen ott a fa körül, úgyhogy nekem abszolút ez a minden évnek a csúcspontja, amikor ott vagyunk együtt, és tényleg azért elég jó vérmérséklete van a családomnak, és igenis akár egy családi... Szóval nem egy ilyen csendes ünnepről van szó, ugye? Nem. Úgyhogy akár egy ilyen családi társas játék is elég viccesen szokott nálunk kinézni, meg hát maga a vacsora, a sztorizgatások apukámmal kezdve, tehát azért nagyon jó hangulat szokott nálunk lenni karácsonykor. Zsúnálatok? Hát én egy nagyon picike lakásban nőttem fel, és csak a szüleim voltak otthon, illetve a mamámmal éltünk együtt, úgyhogy így négyesben teltek a karácsonyok. Aztán utána, amikor lett lehetőségem arra, hogy saját karácsonyfánk legyen, illetve a saját házunkba ünnepeljünk, akkor az első dolgom az volt, hogy egy nagy fát szeretnék, mert hogy sosem volt igazán nagy fánk. És amikor bele kellett faragnom az állványba, és egyedül szenvedtem neked? Vele. Hát igen, mert a férjem pont versenyem, pont dolga volt. Igen már. Akkor ugye elment a varázsa ennek a dolognak, tehát mire oda beállítottam a sarokba, addigra nekem már nem volt arra energiám, hogy fel is díszítsem. Úgyhogy hát hamar vége lett ennek a dolognak, azóta kisebb fa van, és voltak olyan karácsonyok, amikor nem is töltöttük otthon, és inkább ilyen csöndesebb karácsonyok vannak. Persze mindig van egy-egy nap, amikor átjönnek sokan, uh-huh. és a többi az pedig egyébként, amikor volt a Covid időszak, az egy nagyon érdekes karácsony volt, mert ugye akkor senki nem tudott jönni, és mi sem mentünk, vagy hát nem mertünk uh-huh. tulajdonképpen, és volt akkor egy műtétem is, és otthon voltam 10 napig, de egy hétig biztos, és főztünk egész nap. És nem azért, hogy legyen étel, hanem azért, mert ez egy jó program. Élvezetből, ugye? Igen. Kifejezetten. Aha. És a mai napig egy nagyon jó élmény volt, tehát jó visszagondolni erre. Na. Milyen ajándékkal tér haza az ember egy ilyen expedícióból? Mit visz a családjának? Saját magán kívül. Hát azt gondolom, az a minimum. Aha. Valóban, vagy én azt a térjek. És éppen a maximum is, végül is. Számomra pedig a legnagyobb ajándék nyilván a hazaérkezés pillanata, amikor meglátok mindenkit a reptéren, akik vártak rám. És egyébként pedig, hát ezekből a különleges országokból, akár Pakisztán legyen, akár Nepál, hát nyilván mindig valami helyi apróságot hozok. Nepálból most legutóbb imazászlókat, katakendőket, ilyen áldós állakat, leginkább ilyesmiket szoktam. Amit... Kisfiad igényel valamit? Hát ez általában két fiú gyerekes anyaként nagyjából tudom, hogy mi ez a repertoár, amivel elő szoktak jönni. Vagy ő is egyszerűen csak arra vár, hogy végre lássa apát? Hát egyrészt ők nagyon-nagyon készült arra, hogy amikor szétnyílik az a bizonyos fotocellás ajtó, akkor olyan gyorsan nekem szaladjon és az ölembe ugorjon, hogy hátra bukvenceljünk. Úgyhogy anya már előre mondta, hogy majd mindenképp bukvenceljek hátra, tudjon leteríteni majd okay. a kicsi, úgyhogy 12 kilóval könnyebben. Mivel, nem volt annyira nagy feladat nekünk. Mivel ennyit fogytam, egyébként könnyedén letarolt a 4 éves kisfiam, és tényleg hátra bukvenceztünk a Ferihegyen. És hát mivel ő most a tűzoltós időszakát éli, ezért okay. olyan kis expedíciós zsákot hoztam neki, ami piros, és maximálisan örült neki. Egészen fantasztikus. Minden apróságnak. Nyilván egy, nem tudom, hogy a másoknál van-e ilyen, hogy mit kívánunk, de általában egy, mit tudom, egy jó klassz kis kötélfelszerelés, vagy mivel lehet mondjuk meglepni egy mászással foglalkozó embert? Mik azok a... Mászása válogatja, de az biztos, hogy akár egy jó hegymászókönyv, akár egy olyan felszerelés dolog, amiről tudod, hogy vágyik rá a párod, kedvesed akárki, az mindig. Hol van ennek? Van igazi irodalma, amit érdemes kutatni, vagy ez teljesen változó, mint egy mászó irodalom? Uh-huh. Persze, rengeteg. Magyar nyelven is egy csomó könyv megjelent. Régebben talán egy picit nagyobb hagyománya volt még. Világjáró sorozatban jelentek meg kiváló mászóknak a könyvei.
De ha valakinek jó könyvet akarok ajánlani kezdésnek, akkor keresse meg Benedek István Csavargás az Alpokban című könyvét, mert ha abból nem szeret bele a hegyek világába, akkor semmiből. Ilyenek. Bár miközben nem fog megtanulni belőle a hegyet mászni, nem. Nyilván. Csak... Nem, de a lökést, a motivációt megadhatja, és onnantól kezdve már csak okosan kell csinálni, hogy minden csinyát, binyát megtanulja. Uh-huh. A mi időszámításunk szerinti karácsony az bárhol, bármikor a világon egy olyan időpont, amikor az ember mászhat, vagy kizár dolog? Egyébként a magyar... Van olyan része a Földnek, ahol éppen akkor lenne jó mászni inkább. Igen, és a magyar hegymászásban is egyébként vannak olyan történetek, olyan expedíciók, amikor hegyen töltötték a mászók a karácsonyt, és alig, ha nem lesznek is még, uh-huh. Lehet, hogy pont a magyar nemzeti hegymászó válogatott tagjai, ki tudja, de hát nem neked kizárók. Nem volt még ilyen élmény. Nem kizárók, és amikor még se kutyám, se macskám nem volt, azt gondolom, hogy mentem is volna, és az is lehet, hogy voltam karácsonykor, van egy ilyen halovány emlékem, de most azért azt gondolnám, hogy mindenképp a családommal tölteném a karácsonyt, ám bárha lehet, akkor hegyek között. Emlékszel valami olyan karácsonyra egyébként, amiben úgy érezted, hogy most valami, akár az eredményekben, akár bármiben valami különleges ajándékot hoztak a srácok a falán? Igen, a Máténak a Nike győzelme Amerikában. Az volt egy ilyen különleges élmény, amikor a gyerek kiutazott úgy, hogy a családnak kölcsön kellett, hogy kérjük a repülőjegyárát. A férjemmel 2 hétig forgolódtunk az ágyban, hogy jut ki a gyerek. Megoldottuk, soha nem bocsátottam volna meg magamnak ezt, ha 12 éves nem ugortuk volna meg ezt a lécet. Kijutott, és emlékszem, akkor jött be még a Skype, mint kommunikációs lehetőség, és ott állt a Máté a döntő előtt, és ő nyugtatott engem Amerikából, hogy nyugi anya, azért jöttem, hogy megnyerjem, és meg is fogom. És emlékszem, tűkön ülve, hát nem tudtunk akkor még eredményt követni semmit, vártuk, hogy mikor fog megcsippenni a komputer a Skype hívás kapcsán, és bejelentkezett a Máté, és mondta, hogy megnyerte. De ez akkor 14 4 éves bocsánat, volt, 14. Így van. Majd amikor leszállt a repülőről, ez pont karácsony előtt volt, mert tényleg ilyen november tájékán volt kint a viadal, és 12 évesen elém állt, és azt mondta, hogy anya, holnap kapsz majd e-maileket, mert megadtam az e-mail címedet, és a Prince és a Nike szerződést ajánlott föl, és emlékszem, hogy simogattam a repülőtéren a buksiját, jó van, kisfiam, örülök, hogy megjöttél, meg örülünk a kupának, és tényleg így is volt, 3 nap múlva ott volt mind a 2 szerződés az e-mail fiókomban. Úgyhogy ez egy emlékezetes, borzasztó emlékezetes. Milán, azt ugye, amikor az ember arról beszél, hogy karácsonyi ajándék, és mit kap, vagy mit hoz a családjának, az azért így, ahogy a felnőtté válás napjait az ember éli, az azért úgy megvolt neked, hogy ehhez azért a szüleinek micsoda hozzájárulása kell, és ez micsoda anyagi vállalás, teniszezőket nevelni? Igen, ez sokáig ugye nem realizálja az ember, hogy ez mivel járhat, mert gyerek nem foglalkozik vele, és amúgy visszagondolva, a tenisz ugye nem olcsó sport, bizony. Több szempontból folyamatos húrozás, ütődrága, minden kellék drága, és azért kell egy pár, kell sok kellék, és a pályából is minden, és amúgy tényleg ez, úgymond emelem kalapom, hogy ezt így csinálták és támogatták nekem, mert nekem csak annyit kell csinálnom, hogy edzés van, de jó, megyek, hurrá, viszont a háttérmunka meg az, hogy a KP és a piszkos pénz, úgyhogy mondom, ezt sosem szabad elfelejteni megint, és mondom, ezt becsülni kell mindig, hogy ezt megtették, értem. A karácsony ugye, hát egyfelől, most anyaként is tudom, hogy hetek előtte vásárlás, tervezés, ilyen menü, olyan menü, ilyen vendég, olyan vendég, gyakorlatilag összeérnek nálunk is a vendégseregek. És hát visszaemlékszem arra, hogy sportolóként pedig állandó lelkiismeret furdalás. Tehát a karácsony volt a tuti lelkiismeret furdalás, és január 1-én már állni kellett, január 2-án, bocsánat, állni kellett a tatai edzőtáborban a mérlegen. Tehát tudtok-e karácsonykor jó ízűen zabálni egy jót? Hát volt olyan év, amikor mondjuk pont egy olimpiai kvalifikáció előtt álltunk januárban, hogy akkor olyannyira nem sikerült ez, hogy nem csak zabálni nem lehetett, úgymond, hanem igenis karácsony napján is kellett menni edzeni. Úgyhogy volt olyan időszak, amikor azt gondolom, hogy ezt a karácsonyi hangulatot nem igazán sikerült átvenni, annak ellenére, hogy nekem ez az egyik kedvenc ünnepem, az említett okok miatt, hogy a család ilyenkor együtt van, és azt nagyon sajnáltam, nekem inkább amiatt volt lelkiismeret furdalása, mert én nagyon családos vagyok,
hogy délelőtt azért csak elmentem edzeni, délután, amikor hazaértünk, akkor mérges voltam, hogy mennyi süti van ott, és hogy tudtam, hogy két hét múlva meg már olyan meccset játszunk, amin múlik, hogy egyáltalán kijutunk az olimpiára. Úgyhogy nagyon vegyesek így nekem ebből a szempontból az érzéseim, de azt gondolom, hogy ahogy növök föl, ahogy egyre idősödök, annál jobban szeretem ezeket a családi programokat, és volt olyan év, például ebben az évben, ugye ez két éve volt, hogy azt gondoltam, hogy ó, karácsonyom lesz még 100, viszont az, hogy kijuthatok egy olimpiára, az most van itt, és ki tudja, hogy mikor van legközelebb, hogy egy ilyen szintű teljesítményt el lehet érni, úgyhogy volt tényleg olyan időszak, amikor úgymond nem érdekelt a karácsony, sokkal inkább volt fontos az, hogy igenis az az áhított eredmény vagy győzelem meglegyen, amit kiskoromtól kezdve dédelgetek. Ezek szerint egyébként így utólag megértem. Beigazolódott, hogy jogos volt. És ugye hát otthonról meg amúgy is mindig nagyon nagy támogatást kaptam, tehát ilyenkor is karácsonykor azért láttam a többieken otthon, hogy ahogy beértem a házba, jó, akkor mindenki kicsit így visszávett ebből a jókedből, így arrébb tolta a sütiseket. Beigliket eltették a szemed elől, félre igen, kedvesen a anya a kedvenc sütimet, amit mamám csinált, mondta, hogy elfogyott, hát nyilván nem tele volt a hűtő, de próbáltak így. És mi lenne az a kedvenc süti, hogyha lehetne? Nekem a kókuszkocka, ilyen csokis kókuszos kocka, az nagyon jól csinálja a nagymamám, úgyhogy az ilyen, tényleg az ilyen zseniális, abból szerintem egy tepsi bármikor el tudna fogyni. Hát ezt majd a sport után kipróbálom, addig még kicsit visszafogom magam. Oké. Zsuzsinálnád, van valami igazán tuti menő? Tehát az, amit azt mondod, hogy na ez igen, hogyha ezt lehetne, akkor mindig ezt tenném. Fú, az igazság, hogy én mindent szeretek. Tehát, hogy nem vagyok egyáltalán válogatós, mindent megeszek, és szeretek minden is. Mindenit neki, hogy és nem látszik rajtad. De szerencsére alkatomból kifolyólag sosem szokott probléma lenni ez a karácsonyi időszak, de egyébként nekem is van olyan élményem, hogy 24-e, mondjuk a 24-e az nem nagy kunsz, tehát akkor igen, azért reggel ott még edzés volt többször is, de azért volt egyszer olyan, amikor 25-én is, és akkor még azért fiatal voltam, és emlékszem, hogy hát akkor most úgy szent este, akkor hamar le kell feküdni, mert hogy holnap reggel 6. Uh-huh. És hát ez azért úgy megmaradt. Igen, de ez extrém, és ilyen most már azért nincsen. Akkor se volt egyébként januárban verseny, tehát nem tudom, hogy ott éppen mi volt az elképzelés. Miről álmodik az ember egy ilyen ételekről van természetesen szó egy ilyen helyszínen? Tehát ugye azt tudjuk, és már elhangzott, hogy olyan elképesztő ugye energiafelhasználás van egy ilyen helyen, hogy ott elsősorban a bevitt kalória, illetve annak a hatékonysága, illetve minden, amit vissza kell tölteni, az a fontos, de... Tényleg, Diós Beigli, eszedbe jut valaha egy ilyen helyszínen, vagy semmiképp? Igen, ugye extrém magasságban, 8000 méter fölött akár napi 10-20000 kalóriát eléget az ember, és minél magasabbra megyünk, pont itt, ahol a leginkább ki vagyunk éhezve, tudunk a legkevesebb kalóriát bevinni, ugyanis nincs étvágyunk, és azt a keveset is, amit le tudunk nyelni egyáltalán, azt sem tudjuk megemészteni, mert hogy az emésztéshez is oxigénre van szükség. Úgyhogy a legvadabb fantáziái vannak az embernek ott a sátorban fagyoskodva, az éjszaka sötétjében, és hát bizony minden olyan íz hiányzik, ami itthon megadatik, főleg egy ünnepi asztalnál. És mit teszel először, ha hazajössz? Van olyan, hogy ez olyan típusú dolog, mint egy nem tudom, egy nagyon-nagyon sokáig egy súlycsoportos sportágban fogyasztó versenyzőnek, aki azt mondja, hogy na jó, most akkor ide nekem a csülköt! Hát természetesen a feleségem főztjéveszel, mi mást is mondhatnék. Ugye? De ugyanakkor volt olyan, hogy nem tudom, vadul nekiestem az anyukám által főzött túrógombócoknak, és nagyon érdekes, hogy amikor két hónapot eltölt az ember egy ilyen közép-ázsiai országban, akkor azért óvatosan kell bánni az itthoni étkekkel is, mert még a gyomornak is egy picit vissza kell szokni. Akklimatizálódnia kell, igen, időszakos tejérzékenység alakulhat ki, és így tovább mindenféle furcsaság, jellemző furcsa tünetei vannak az embernek, ahogy földet ér. De valójában nagyon-nagyon-nagyon sok mindent kívánok, inkább ezeket a hideg, friss ízeket, vagy akár tényleg tejtermékeket, ilyesmiket, de nagyon fokozatosan kell fogyasztani. Alakul az ember ízlése egyébként, hogyha ilyen expedíciós életformára
áll át, mert egyszerűen a muszáj az nagy úr, gondolom, nem? Tehát... Ez jó kérdés, mert én magam ugye nem expedíciózom, tehát ilyen személyes élményem erről igazából nincsen. De mit hallottál? Olvasmányaimból, hát van, aki mondjuk próbálja ugye az étkezését ahhoz igazítani, most már egyre több ilyen elérhető, nagy energiatartalmú zselék meg hasonló cuccok vannak, és akkor most már nem a töltött káposztát próbálod a páncélosból megmelegíteni fönt a gáztetőn, mert egyrészt nehéz fölvinni, másrészt meg nem is csúszik olyan jól, állítólag. Hanem akkor eszel ilyen zseléket, ami gyorsan elfogyasztható, vagy leves port, vagy vannak ezek a saját ilyen zacskójukban forró vízzel felöntve elkészíthető kézkaják, egészen elképesztő, miket igen. tudnak. Más kérdés, hogy az ember erre rá tud-e kattanni, úgyhogy aztán otthon is megegye, de szerintem ez inkább így a technikának a fejlődése az, ami ezt a fajta, nem tudom, transformációt az emberekbe véghez viszi. Én nem hallottam még olyan, hogy valaki attól szokott volna rá a, nem tudom, hegyi kajára, mert olyan jól esett neki az expedíción. Mondjuk van, aki viszont a keleti kaját így szereti meg, mondjuk Dalbat rajongó lett, mert Nepálban annyit kaptak. Igen. Mondjuk általában, amikor hazaérek, akkor szoktam jelezni, hogy főtrist, most nem kérek egy ideig. Tehát ugye az alaptáborban teljes ellátása van az embernek, én alaptábori szolgáltatást veszek igénybe, ugye a hegyen teljesen önálló vagyok, egyedül vagyok, mindent én viszek fel, én hozok le, én is főzök magamra, én is olvasztom a havat. Mi kell ahhoz, hogy ember főzni tudjon tényleg? Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy egy teljes kis komplett minikonyha van veled, ugye? Hát igazából ez egy, mondhatnám azt, hogy egy egyszerű kempingfőző, nyilván egy kicsit jobb minőségű, mint amit nem tudom, hétvégén a legtöbb ember használ, de egy lényegében egy egyszerű kempingfőző az, amit felviszünk, és abba gyűjtjük a havat vagy a jeget. Nátok magától értetődő volt, hogy végül is a család ezért dolgozik, hogy a gyerekek teniszezhessenek? Abszolút nem. Mi is ugye egy átlag polgári család életét éltük. A Tamás pedagógusként dolgozott a gyerekeknek ebbéli korában, én is egy alkalmazotti státuszban. Körülbelül szerintem most már egy két családi házára biztos, hogy benne van a gyerekekbe. Azt, hogy így elő tudtuk teremteni nekik, ez tényleg két kezünk által történt. Soha egy fillér támogatást így módon mi nem kaptunk. Sőt, bizony volt olyan időszak, amikor én a gyerekeknek a nevezési díját hamarabb fizettem be egy tornára, mint mondjuk a közüzemi számlánkat. Tehát én ezt fölvállalom, nem szégyellem, és erre bátorítok mindenkit, hogy akinek álmai, vágyai vannak, és látja a gyerekben a csírát, a mocorgást, tényleg adni kell teret, utat. Én azt gondolom, hogy a Tamás egy olyan társ, akivel minden akadályt le tudnánk győzni, bármit hozna az élet elénk, a 32 év bennünket igazol. A gyerekeinkbe kell a legtöbb időt, energiát és pénzt is, amit csak lehet fektetni. Én azt gondolom, hogy a legjobban megtérülő befektetés az, hogy az ember a gyerekeit támogatja. Hát mondjam azt, hogy azért ennek ellenére, tehát hogy a Máté 12 éves korától ingyen kapta a húrt, az ütőt, a cipőt, a ruhát, a Nike fölöltöztette az egész családot, tehát így is voltak anyagi gondjaink, holott ugye összehasonlíthatatlan bármi másik családba, ahol nincs ilyen szponzor, hogy akkor az mekkora teher. Tehát nekünk ez nem volt teher, de így is voltak gondjaink. Hát és egy gyereket is nehéz, ugye nem, hogy hármat, úgyhogy mi tényleg mindig próbáltunk arra odafigyelni, hogy mind a hárman megkapják azt egy egyenlő arányban azt a támogatást, és ezzel nem csak az anyagiat értem, hanem az érzelmi és bármi egyéb támogatást, hogy teret adjunk. És tényleg ahhoz visszatérve, hogy amikor a Milán Buksiát is simogattuk a zeneszerzés kapcsán, akkor ott döbbentünk rá a férjemmel, hogy boldog a gyerek, amit csinál, és engedjük szabadjára, mert olyan extázis és olyan boldogság önti el egy zeneszám megírása kapcsán, és tényleg ez is lehet egy jó tanács, így akár a karácsony kapcsán, amikor mindenki megáll egy picit, és gondolkodik, és jönnek az újévi fogadalmak, ugye, hogy aki ilyenben gondolkodik, engedje a gyerekét. Tehát tényleg, bízzunk bennük. A Milán bizonygatta, hogy nyugi anya, én meg fogom csinálni, ez lesz az életem, ebből fogok megélni, és ezt nagyon sokáig mi a Tamással nem hittük el. Sőt, bocsánat. Lejött, és mondtam, egyetem, fiam, szakma a kezedbe, nem tudom, hogy mi lesz, ez a zenéből, hát nem lehet meddig, hogy akarod? És most már lejött. Nyugodt vagy? Most már nyugodt vagy? Hadd mondjam végig, azt mondja, apa,
innen jött ki ez a 9 szám, azt mondja, így milliómos leszek, így. Igen. És ott hagyott benne. Volt ilyen. Igen. Karikatúra szerűen mondtad, elhiszem, hasonló volt. Valószínűleg a szülői memória. Ez innen belőlem jött ki apa is, és tényleg a kis szobájába indulva, úgyhogy tényleg ezek ilyen kisebb csodák. Úgyhogy ő bebizonyította. És ennek, ha még ott gátat szabunk, akkor nem biztos, hogy ma ez a csoda megszületik, és nem biztos, hogy erről tudunk beszélni. Milán, és van már arra lehetőséget, hogy valamit visszaforgass a családnak abból, amit már zenészként keresel? Van. Én hát igyekszek már, mint hogy nem... Olyan, apának mondtam, hogy egy jó komoly kis sportautót majd, vagy valamit majd hazavennék. Azért nem akarnék megcsapvanni. Ne felejtsd el akkor, jó? Tehát, hogy igen, 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 igen. Jó. Nem akarnék. Akkor egy karácsonyi ajándéként egyszer csak parkolhatna egy ilyen a ház előtt. Igen, 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 ezt. Mostiba. Nagyon nagy élmény egyébként, hogy most Milán megtisztelt azzal, hogy beválogatott a menedzsmentjébe, és benne lehetek ebben az életben is, és ilyen szinten is tudjuk a Milán támogatni. Nagyon fölfordult velük a világ az utóbbi időben, és én azt gondolom, hogy ők maradjanak meg annál, amihez értenek, és próbáljuk a vállukról ezeket a egyéb jogi, pénzügyi, egyéb olyan terheket leszedni a vállukról, amihez nem értenek. Én azt gondolom, nem is kell, hogy értsenek, ezért vagyunk mi, úgyhogy így a Marics apukával karöltve visszük a fiúknak a menedzsmentjét a hátunkon. Igaz, hogy egyelőre társadalmi munkába, de ezt is mindent a gyerekért. Egyszerűen majd előbb-utóbb ez is termőre fordul. Márk, milyen az ideális karácsony? Volt-e már olyan ajándék, amire vágytál, de nem jött meg, és igazából vágynál rá, és ott lehetne a fa alatt? Ez mindig van. Na. Például a tavalyi karácsonykor ugye kijött az új Xbox, meg a PS. Hát, én onnan gondoltam, hogy pont ezt fogod mondani, mint a fiaimat hallanám. Igen? És akkor a Xboxot kértem, és akkor az akkor, ugye akkor jött ki, és az drága volt nagyon. Azt akkor pont nem lehetett megvenni, de... Na, akkor másképp teszem fel a kérdést. Amit megkaptál, mert vágytál rá, de azt, amit nem... Azt is olyan is biztos volt. Jó, és akkor, volt. Ha mondjuk olyasmit kívánhatnál, hogy mondjuk a adott év tenisz eredményeiből valamit oda tenni a karácsony falá, akkor az mi lenne? Akkor az egy egyéni OB győzelem. Ennek a család, mint karácsony ajándéknak egyöntetően örülne? Abszolút, igen. Hát akkor ezt kívánom nektek a következő karácsonyra. Köszönöm szépen. Boldog karácsonyt a Valkusz családnak is. Viszont kívánjuk. Volt olyan bizarr karácsony, amit esetleg nem is itthon töltöttetek, vagy egyszer úgy kellett, hogy elszólította a sportszakma valahova, messzire, vagy bármilyen okba kifolyólag, vagy nem volt? Amilyen azt gondolom, kicsit extrémebb volt, az december 23-án még játszottunk egy Magyar Kupa döntőt, de igazából az karácsony előtt lezajlott, tehát úgymond ez még jobb, mint hogyha 27-én, és akkor ott kellett volna edzeni. Az említett, ez az olimpiai kvalifikációs időszak volt az, amikor úgymond nem érdekelt ez a karácsonyi dolog, illetve még egyszer akkor fiatalabb voltam, decemberben kint voltunk egy hónapot Ausztráliában, és ott teljesen más élményem volt, tehát hogy még december 14-én még ott voltunk kint, és 40 fok volt, tényleg ott szólt a főtéren a karácsonyi zene, és így ott volt a karácsony. Nem jött így, össze a kettő, mi? És jégkása volt a kezembe, és így tehát az egy fura érzés igen. volt, hogy mindenhol ugyanúgy a Mikulásnak a szárnya ki volt rakva, csak éppen nem rénszarvasok voltak előtte, hanem kenguruk, és akkor ilyen kicsit ilyen úgy éreztem magam, mintha belecsöppentem volna valami ilyen komédiai filmbe, vagy nem is tudom, tehát amikor így az ember nézi a karácsonyi filmeket, és ott is egyszer-egyszer van olyan, hogy jó idő van, akkor így nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen. És ott ezt megtapasztalom, hogy ott is ugyanezt éreztem, mint amikor ilyen filmet látok, hogy így hogy ettől nem lesz karácsonyi érzésem legalábbis világos, nekem. Igen, hát valahogy nekünk nem ehhez vagyunk a hideg meg a rénszarvas, ugyebár mondjuk hó már nagyon régóta nincs, gyakorlatilag igen. legalábbis én nem nagyon tapasztaltam. Van-e olyan vágyott ajándék, amit hogyha tényleg úgy valahol meghalanák ezt a szíved mélyéről, akkor azért az lenne az igazi, vagy amit te szereztél másnak, amikor tudtad, hogy na most ezzel nagyon betalálsz? Hát nekem egyébként ez a szörföző Mikulás, ez egy jó ajándék, mert én bírom az ilyen dolgokat. A szörföző Mikulás! Igen, tehát minél inkább kicsavart a történet, annál jobban tetszik? Hát igen, én nem kedvelem annyira a téli időszakot, de nekünk is hát volt olyan év, amikor Florida, volt olyan év, hogy Dél-Afrika edzőtábor, és mit tudom én, versenyeztünk 27-én, tehát két ünnep között, Reunion, tehát Reunion szigeteken, az is egy meleg
Egy gövi edzés. Gövi, igen, igen, téma volt, úgyhogy nekem azért ezek úgy, ja, ezeket én szeretem, jobban szeretem. Hát ajándékba mondom, ez, hogyha a 40 fok megvan, az már egy jó ajándék. Na, oké. Jó, hát akkor te tényleg egy... Vagy a 30, vagy a 30 is elmegy. Mediterrán alkat vagy, abszolút. Nálad, Gréta, van valami, ami úgy... Hát van egy, ami nem úsult el, ahogy én gondoltam. Tavaly karácsonyra nekem a párom még nem utazott repülővel, ami nagyon furcsa, mert ugye sportolóiként egy milliárd helyen jártunk már, igen, és mindenképp azt találtam ki, hogy jó, valahova repüljünk el. És akkor úgy gondoltam, hogy az első repülésünk az valami nagyon jó legyen, és kitaláltam, hogy menjünk el Hawaii-ra. Van ott egy csapattárs. A közeli Hawaii-ra ugorjunk át így nyitánynak. Az az igazság, hogy van egy csapattársam, aki ott játszik, és nagyon jóba vagyok vele, és tudtunk volna nála aludni, tehát hogy meg körbe tudott volna ott minket vezetni, tehát hogy így könnyebben így elboldogul az ember, ha van ott valaki ismerős, és persze, hogyha Barnos nem bírja a repülést, akkor az hamar ki is derül, mert egy jó ilyen 34 órás túra lett volna. És hát ilyen nagy dobozokban, ugye egyre kisebb dobozokban, és a legvégén ott volt a repülőjegy, és ugye mindig valamit rejtettem el, egy kis tusfürdőt, vagy valami, ami így az utazásra rájött, hogy utazunk valahova. Na hát ez annyira jól sikerült, hogy az utolsó doboz, mikor kibontotta, megnézte a jegyet, így felnéz, és ugye én meg már videóztam, alig vártam a reakcióját, és akkor így felnéz, de hát én akkor dolgozom. És így ez volt a reakciója, és akkor így ez, amikor így várod azt, hogy ú, de jó, repülünk Hawaii, hogy azért oda az ember tényleg azért extrém esetben jut el. Mondjuk és így ültem, és így annyira elkezdtünk így röhögni, hogy ez annyira ilyen szürreális volt, de a szülei is, úgyhogy igazából így végül is jó élmény maradt, mert... És nem is mentetek? Végül is nem? Végül is nem mentünk, mert hát dolgozott, úgyhogy... úgyhogy majd valószínű azért a nászutunk lesz ott, és akkor így... Így azért így korrigáljuk ezt. Esetleg idén karácsonykor? Nem, majd jövőre? Nyáron. Már van dátum? Augusztus 12. Van? Hát fű, akkor ez jól hangzik. Még szervezés alatt, de haladunk. Fantasztikus. Na, hát izgalmas dolog ez, és azt gondolom, hogy az is lehet, hogy egy új szintre lép a karácsonyhoz való viszonyod, amikor már majd a férjeddel ketten fogtok karácsony. Ez bár lehet, hogy az is nagy családos lesz. Minden esetre, Gréta Zsú, nagyon boldog karácsonyt kívánok nektek is. Köszönjük. Viszont kívánjuk. Mindent magaddal cipelsz, súlyban az az étel, amivel elindulsz, az mennyi körülbelül? Egyébként nem annyira sok, pont azért, mert minél... ezek kis súlyak, de nagy hatékonyságú. Például ezek a gyorsfagyasztott dolgok is, amiket Laci is mondott, azok tényleg zseniálisak. Én nagyon egyszer próbáltam még régen, és aztán sok évig nem, és idén egyébként újra kísérleteztem, és 5 év alatt annyit fejlődtek ezek a készítmények, hogy tényleg különleges. Hát, hogy van karácsonyi ízvilágú is belőle. Van, de egyébként még akár a táplálékkiegészítőkből is van olyan szénhidrát vagy fehérje szelet, ami kifejezetten ilyen karácsonyi fűszerezésű vagy hasonló ízvilágú, azt gondolom. Fönnélnek karácsonykor. De legalábbis egy sütemény élménnyel fel tud élni. De van egyébként, amikor erre kimondottan készülnek azért azok, akik télen mennek expedíciózni. Ugye tél az jellemzően kérdeztet, hogy milyen időszak, Antarktika például. Tehát akik mondjuk oda mászni vagy sakvidéki expedíciózni mennek, azok úton vannak karácsonykor általában, de egyébként lehet télen mászni a Himalájában is, csak nehéz. Csak nehéz. Viszonylag kevesen mennek, és ugye hivatalosan december 20-21-a téli napfordulótól számít télinek egy mászás, de az azt jelenti, hogy addig az alaptáborba sem mehetsz föl. Akkor kell megérkezni, ebből következik, hogy 24-én már nagyon ott vagy. Igen. És aki ugyan családos ember, annak egy kicsit nehezebb, tehát nyilván ma már megint minden könnyebb egy picit, már tudsz digitális eszközökkel hazatelefonálgatni, stb. De azért, amikor elmész a világ végére, és mondjuk 30-40 évvel ezelőtt elmentél, akkor az megint egy másmilyen történet volt, de mondjuk különösen angol expedíciók, azok nagyon durván megadták ennek a módját. Tehát az egy dolog, hogy totál aszkét a felszerelésekkel mentek, és olyan kajáik voltak, amit már egy hónap után már tényleg a hátad közepére nem kívánsz, de a karácsonyi menüre arra készültek. Van egy Stephen Venables nevű viszonylag ismert angol mászó, 1991-ben déli Georgián szerveztek mászóexpedíciót, és tényleg nem vittek magukkal nagyobb sátrat, mert nem volt elég pénzük az expedícióra, meg nehéz volt cipelni. Kicsi sátrat vittek, kényelmetlen volt, minden tényleg ilyen totál rossz körülmények között éltek, meg a kajájuk is rossz volt. Pármai sonka, a kaviár, pezsgő,
meg még mondott 3-4 olyan dolgot, amit lefordítani se tudtam, tehát olyan ínyentségeket vittek kimondottan a karácsonyra, mert tudták, hogy ott fogják tölteni, annak meg kell adni. Ja, még talán rum is volt a végén. Tehát nagy baj nem lehet. Idén tavasszal egyébként az Everest és Lhotse közös kettes táborában, ami egyúttal, vagy egyben ugye előre tolt a laptábor is, oda az expedíciók felvisznek egy ilyen minimális konyha sátrat is, tehát van egy konyha is, és főznek a kuncsaftokra. Amikor már eléggé, hát azért össze voltam zuhanva, ugye a csúcsmászás után visszaértem a kettes táborba, tudtam azt, hogy ott van még némi élelmem a kis sátramban, van még gázpalackom, és tudok majd főzni, ott volt egy teljes pihenőnapom, ahogy ereszkedtem, és este azért éreztem, hogy a környező konyhákban sütnek, főznek, és hát nem azt mondom, hogy a sírás határán voltam, de egy könycseppet azért elmosoltam, és nagyot nyeltem, még végül felszívtam magam, és elmentem jeget bányászni, és aztán ezt a port beleszórtam a fazékba, és főztem egy levest. Úgyhogy a végén bármennyire is finomak egyébként ezek a kaják is, azért amikor ezt teszed, tényleg, ahogy te is mondtad, ilyen űrhajós kaják, azért egy idő után már úgy elég. Vágyunk a hazai ízekre. Egyértelműen a hazai ízekre vágyunk. Igen. Az ember ugye idősödik, azért felnőtt korában már egyre inkább azt veszi észre, hogy nem tudja megfogalmazni magának, mit szeretne karácsonyra. Sokkal inkább azzal foglalkozik a családjának, a szereteinek, mint te. Nálatok például mit kívántok a fa körül? Vagy te magad mit kívánsz? Megmondom őszintén, hogy pár éve azt a szokást vezettük be, most már mondhatom azt, hogy szokás, hogy élményt adunk egymásnak, magunknak, és például amikor azt mondtam, hogy ha lehet, akkor hegyekben töltjük például a karácsonyt is, a szó szerint, olyan keveset vagy ott szó szerint értettem, mert volt olyan, hogy a magas Tátra lábánál töltöttük például a karácsonyt, és ahelyett, hogy itthon nem tudom, nagy fánk lenne, és ajándékozás, és mi egymás, inkább elutazunk, és mit látsz a családtagjaidon? Ugyanazt a lelkeset, és mint amit neked jelentesz? Olyannyira ezt látom, hogy még a kedves anyósomék is olyannyira fellelkesültek, hogy már ők is a maximálisan társak ebben, és rájöttek arra, hogy ez így szuper jó, és vannak olyan barátaink, idősebb barátok is, akik például jellemzően pont azok azon típusú emberek voltak, ahol nem is tudom, a család hölgytagja, ő reggeltől estig a konyhában volt, várta a rokonakat, és így tovább, főzésütés. Hogy összeérnek az a vendégsereg, meg az étkezések, még nem tudsz elmosogatni az egyik étkezésből, már jön a következő vendég. Ajándékozás, és akkor az ünnepek végén csak alig várta, hogy hátutőjön, és ők is eljöttek egyszer velünk, és azt mondták, hogy ez csúcs szuper, az hogy otthon bezárni az ajtót. És hogyha kis fiadat megfertőzöd ezzel, és utánad akar menni, vagy még inkább utánad. Nem tudom, egyébként nagyon szeret mászni, tehát már falat mászik, és ő szeretne kifejezetten mászni. Látom én ennek mi lesz a vége. Nem erőltetjük, de abban azért bízunk mindketten a feleségemmel együtt, hogy élvezi ezt, és szeretni fogja, mert hogy nálunk annyira természetes ez, és normális talán, mint egy hétköznapi családnál, nem tudom, a közös kerékpározás. Abban bízok, hogyha egyszer úgy dönt, hogy azért nem tudom, komolyabban szeretne mászni, netán expedíciózni, akkor el tudom kísérni minél tovább, minél inkább. Egy apa-fia expedícióra. Na, még azért ennyire ne szaladjunk előre, nekem csak a jövő karácsonyi kívánságodat fogalmazd meg, hogy akkor mit tennél oda a fa mellé? 2023 karácsonyára. Én azt gondolom, hogy egy csúcsfotót az Everestről. Ezt mondhatom. Oké, bekeretezzük neked, jó? Oké. Itt a műsorban. Nagyon szépen köszönöm, boldog karácsony nektek is. Viszont kívánjuk, köszönjük szépen. A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Szabó Eszter, stábigazgató Molnár Géza, a produkció média menedzsere Görgényi Gabi. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztának, a dekorációt Hágen Józsefnek, vagyis Pepének. A Csisztus Podcast értékesítését Kosoros Renátára és Víg Milára, vagyis a Miller Sportra bíztuk. A műsor támogatói a Prestige Hotel, a Margaret Fenzi, a Primus Labor, a Komplett Optika és a Lenovo hivatalos platina szintű viszonteladója a notebookstore.hu. A műsor támogatója a 30 éves Eres bútor. Ha bútort keres, Eres!